Nevem Kis Gábor és bőrdíszművés vagyok. Azaz jelenleg a saját márkámat csinálom. Úgy kerültem be a suliba, hogy én úgy voltam vele, hogy majd kirugatom magam, és a végén az lett belőle, hogy osztályelsőként végeztem. Tehát így kerültem ide. És amikor kikerültem a suliból, akkor már úgy voltam vele, hogy mindenképpen szeretnék ezzel foglalkozni, és a saját... Akkor még nem márkát csinálni, csak saját valamit elkezdeni, egy saját vállalkozást, ha így nézzük. Jelenleg hátizsákokat, kézitáskákat és ehhez hasonló dolgokat, meg néha egyedi dolgokat is elvállalok. Én, mint fiú, nem nagyon ragaszkodok a divat irányhoz, tehát nem, igazából nekem semmi közöm a divathoz. És ezt mindenki tudja, aki vett tőlem, vagy idejött. Általában egy kattanás alatt, vagy valahol látok egy ötletet, és az alapján kezdek el tervezni. Összerakok egy mintadarabot, ami már látom, hogy mit kell módosítani, és abból alakítom ki a végleges terméket. De teljesen változó. Tehát tényleg volt olyan táska, ami egy ilyen csettintés alatt, hogy de jó lenne, és elkezdtem megcsinálni, és kész lett. És abból egy nagyon jó, nagyon híres modell lett, úgymond. Van, amikor viszont hónapokon keresztül csak ülök, és malmozok, és semmi se jut eszembe cserébe. Igazából minden táskának olyan stílusa van, amilyen én vagyok. Azaz hát az elejétől fogva minden táskának megvannak azok az ismertető jegyei. Tehát, ha meglátod az utcán, szerintem nem tudod eltéveszteni. Általában a fémkarikás megoldások, a pántokat, azokat nagyon szeretem belevinni mindegyik táskába. A letisztult dolgokat, hát nagyjából szerintem ezek, amik úgy szinte minden táskán megvannak. Azzal foglalkozom, amivel én szeretnék. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem szeretnék több táskát csinálni, hanem inkább kárpitozni szeretnék, akkor itt van hozzá mindenem, és leülök kárpitozni. És nem az van, hogy egy irodába ülök napi 8 órát, és nézem a falat, hanem vagy egy laptopot, és gépelek éjjel-nappal, hanem ide bejövök, és úgymond szabadon vagyok. Valamikor az hajt például, hogy valakinek szeretnék valamit megcsinálni, és akkor az felpörget, hogy na akkor most letudom a többi munkát, és megyek a következőre, mert annak a személynek, tegyük fel, egy ismerősömnek, barátomnak kell valamit csinálnom, akkor mondjuk ez, de mondjuk ha én ide bejárok, akkor ez nekem nem munka végül is. Bizonyos szinten munka egy idő után már azért át tudja lépni azt a határt, hogy nem csak szórakozásból vagyok itt, és megkeresem a pénzemet, és hazamegyek, hanem akkor itt tényleg dolgozni kell. Akkor nincs az, hogy tehát akkor tényleg a 10-12 órát simán. És az megállás nélkül. Egyetlen egyszer eszek, és néha iszok, de amúgy végig dolgozom. Általában nagyon sokan jönnek úgy, hogy például az utcán leszólítják őket, meglátják a táskát valakinek a hátán, és teljesen ismeretlenül oda mennek hozzá, és leszólítják. Én, amióta ezt az egészet csinálom, nem költöttem például reklámra. Tehát nem semmilyen Facebook, vagy Instagram, vagy bármi hirdetésre soha életemben egy forintot se adtam ki. Nekem sokkal nagyobb reklám az, hogy járják az utcát a táskák, és leszólítják az embereket. Szerintem. Legalábbis. Elbis eddig működőképes volt, úgyhogy nem lehet vele baj. Nem szeretem volna egy olyan márkát csinálni, ami egy kirakat márka. Tudod, amikor bemész egy boltba, és egy hófehér bolt, üvegpolcok, és ki van rakva minden megvilágítva. Én ezt nem szeretem. Tehát én nem ez vagyok. Én az vagyok, aki felakasztja a falra a táskát, lefotózza, és úgy próbálja eladni. És nem az, aki beállított képeken, hú de csillivilli, jaj de ilyen, jaj de olyan, hanem lefotózom, felrakom, ez van, kell, nem. Tehát ilyen egyszerű.